Kenyérszegéssel és ünnepi szentmisével vette kezdetét az augusztus 20-i ünnepségsorozat Szekszárdon. A Béla királytéri katolikus templomból az egybegyűltek a Babits Mihály kulturális központ melletti Szent István szoborhoz vonultak. Ott Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere köszöntőjében arról beszélt, Szent István uralkodása, aminek során megszilárdította a központi hatalmat, ma is példaként szolgál. Mindig alkalmazkodni kell a folyamatosan változó környezeti tényezőkhöz. Összességében azt szeretném elmondani, hogy csak összefogva és egy irányba haladva tudunk a lánk leselkedő nehézségeken, problémákkal szembenézni. Bonyhádon Filóné Ferenci Bolya polgármester azt mondta, a koronázás azt jelképezte, hogy a pogány törzsek urából hívő fejedelem földjéből keresztény ország lett. Augusztus 20-a ezért tekinthető Magyarország születésnapjának. Uralkodása a magyar történelem legfontosabb 4 évtizede volt, melyről joggal mondhatjuk, hogy megalapozta egy egész nemzet jövőjét. Hiszen később sikeresen vészelte át egy évezred megpróbáltatásait. Az új kenyér megáldása és megszegése után a szokásoknak megfelelően Bonyhád kiemelkedő oktatói, nevelői munkáját végző pedagógusát is kitüntették. A Merész Konrád díjat idén Jászberényi Zoltánné kémia-matematika szakos tanár vehette át. Tolnán a szokásoknak megfelelően idén is arató felvonulással ünnepeltek a helyiek. Ezt követően ökumenikus mise kezdődött, ahol Appelszoffer Ágnes polgármester azt emelte ki, hogy a mai kor magyar emberének is kötelessége követni az István által lefektetett keresztény hagyományokat. Mi valamennyien nap mint nap tevékenyen részt veszünk államunk alakításában, életmódunkkal, megnyilvánulásainkkal, hogy mit tartunk értéknek. Épp ezért nem mindegy, hogy miként felelünk meg az adott kor kihívásainak, milyen döntéseket hozunk életünk során. Bátaszéken az új kenyér megszegése és kiosztása előtt szentmisét tartottak. Ennek során a település vezetője arról beszélt, hogy Szent Istvánnak a fiához, Imréhez írt intelmei ma is időszerűek. Augusztus 20-án, bár nem csak augusztus 20-án, hanem talán az év minden napján, ezeket az intelmeket folyamatosan kéne morfondírozzuk és mondjuk magunkba. Hiszen azt gondolom, hogy az ő munkássága példaértékű, így 1000 év távlatában is minden állami vezető és minden megválasztott országvezető, és elsősorban a magyarok előtt. A mindenható Isten áldja és szentelje meg ezen kenyeret az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tamásiban a helyi művelődési ház előtt Porga Ferenc polgármester azt mondta, hogy Szent István jó kapcsolatot épített ki, és a békére törekedett az akkori nagyhatalmakkal, így meg tudta szilárdítani a hatalmát idehaza. Mint fogalmazott, Magyarországnak most is hasonlóan kell cselekednie. Most ebből a háborúból ki kell maradnunk, mert ez a nemzeti érdekünk, és a józan ész is ez diktálja. A mi dolgunk pedig itt Tamásiban, hogy a legjobb tudásunk szerint tegyük a dolgunkat. Mert ez a város a mi otthonunk, amely értelmet ad létezésünknek. Dombováron szintén misével ünnepelték augusztus 20-át. Hegedűs János, helyi plébános azt mondta, hogy a városban különleges jelentősége van ennek a napnak, hiszen egy fontos egyházi momentumhoz is kapcsolódik az államalapítás dátuma. Dombováron a kertvárosi templomot Szent István király tiszteletére szentelték fel, és ezért ez a mai nap a templom búcsú napja, búcsú ünnepe is egyben. A viharos időjárás miatt több településen is előre tervezett programok maradtak el augusztus 20-án.